Újraindul a kereskedelmi célú bálnavadászat Japánban, miután a távol-keleti Szigetország felmondta a bálnavadászatot nemzetközi szinten szabályozó egyezményt. Szándékát Tokió már tavaly decemberben jelezte, mondván, hogy az egyezmény betartását felügyelő bizottság mostanra sokkal inkább ellensége, mint szabályozója a bálnavadászatnak. A japán kormány arra emlékeztet válaszul a nemzetközi környezetvédő szervezetek tiltakozására, hogy kizárólag olyan fajták kereskedelmi célú vadászatát engedélyezi, amelyek egyedszáma a nemzetközi kvóták szerint mérve is magas, vagyis van belőlük bőven, és ezeket is csak Japán felség területen ejthetik el a társaságok. Az állatvédők azért nem értik a lépést, mert szerintük nincs igazán nagy keletje a bálnahúsnak Japánban. Számos étterem éppen ettől a lépéstől vár fellendülést, amit táplálkozási szakértők is támogatnak, mondván, hogy a bálnahúsban kevés a kalória és sok a protein. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 1980-ban tiltotta meg a kereskedelmi célú bálnavadászatot, de tudományos céllal máig engedélyezett. Szakértők szerint erre hivatkozva Japánban kereskedelmi célú bálnavadászat folyt eddig is.